Hasonlóan más intézményekhez, a Bonyhádi Általános Iskolában is minden évben megrendezik a március 15-i megemlékezést, ugyanakkor az intézményvezető szerint fontos, hogy néha változtassanak a bevett formulán, így tettek idén is. Idén egy kicsit más módon készültünk az ünnepségre. Az alsósok egy rendhagyó tanórán vesznek részt, Siklósi Krisztián és Szabó Dávid vezetésével egy ilyen interaktív zenés foglalkozáson vesznek részt, ahol egy rövid ráhangulás után azonosulhattak a huszár életérzéssel és az 1848-as szabadságharchoz kapcsolódó énekeket énekelték el. A foglalkozáson különböző nótákat énekelve tanulhattak a diákok, és egy kicsit szórakozhattak is. Huszár! Lóra! A hagyományos megemlékezések tárgyuk egyre halványuló mi volta miatt hátrányba kerülhetnek az efféle modernebb rendezvényekkel szemben. Megmondom őszintén, felemelő érzés volt, amikor például a Kossuth nótát közel 300 tanuló énekelte felállva, és mindenki lelkes volt. Azt gondolom, az előadásnak az a célja, hogy ezt a lelkesedést, ezt a szenvedélyt próbálja átadni, és fontosnak gondolom, hogy minden tanuló tudja, hogy a függetlenségért, a szabadságharcért küzdeni kell, és ezért is tisztelettel tartozunk a 48-49-es hősöknek. A kisdiákok átadták magukat a vezényszónak, egyszerre játszottak pajtásaikkal, és élhették bele magukat a huszár szerepbe.